Borisz atya, a Kecskeméti Ortodox Egyházközség parókusa köszöntötte a szeretetebéd vendégeit szerdán. A Vojtila Barátságközpont főtéri sátra ismét megtelt rászorulókkal, ahogyan december 24-e óta minden nap. A Vojtila háza hétköznapokban 120-130 ember ellátásáról gondoskodik, az ünnepek idején pedig ez a szám a duplájára növekszik. A szeretetebédekhez minden évben nagyon sok támogató járul hozzá. Magánszemélyek, vállalkozások, sütödék, tehát itt nagyon sok süteményt, kiflit kiosztunk, tehát ezek az ő rendszeres felajánlásainak a részei, de ilyenkor az ünnepek között, a két ünnep között se hagyják abba az adakozást. Borisz atya, aki részt vett az ebéd kiosztásában is, kiemelte, a keresztény ember életében három fontos dolog van: a hit, a remény és a szeretet. Véleménye szerint ezek közül a legfontosabb a szeretet. Éppen ezért lényeges, hogy ezeken az ebédeken ne csak testi táplálékot kapjanak a rászorulók. Azért imádkozok, hogy ezek az emberek, akik megpróbáltatáson keresztül mennek, ne vesszék el a hitüket, és ne vesszék el a reménységet, hogy tényleg ne csak testi táplálékot, hanem egy kis lelki táplálékot is kaphassanak. A szerdai ebédet a Kecskemétről elszármazott Rehák Róbert és családja ajánlotta fel, akik évek óta támogatják a Vojtila házat. Ezúttal fasír, sárga borsó főzelék, egy kis édesség és egy pohár forró tea jutott minden rászorulónak. A szeretett vendégség egészen január 1-ig tart. Minden délben a város főterén várják a nehéz sorsúakat.